A gyulatanyai fajta kísérleti állomáson csak kukoricából 77 fajtát termesztenek, de a július végi kilátások alapján nem számít jó évre Augusztinyi András kísérletvezető. A kukoricára mostanságra már nem túl sok jót lehet mondani, ellenben másfél hónappal ezelőtt még mindenki csúcstermésről beszélt. Mostanra, hogy ez a nagy asszály, azt hiszem, hogy két megye kivételével jelentősen csökkenni fog a kukorica termésmennyiség. Most már ilyen 40, maximum 50 mázsákat rebesgetnek a szakemberek. Hát nagyon-nagyon rosszul jött ez a több hete tartó meleg a kukoricára. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke szerint már most elmondható, hogy sok táblában nem fog 100%-ban kifejlődni a cső. Az aszályos időjárás miatt öntözés nélkül termésveszteséggel számolhatnak a gazdák. Nagy hangsúlyt kell fektetni az öntözés irányába, a kormány is nagy hangsúlyt fektet, most felerősödik, és talán az ilyen évek még inkább felerősödik annak a szándékát, hogy minél több öntözött terület legyen. Van is egy nagy országos, vagy megyei program, úgy mondanám, több mint 500 milliárd forintos bekerülési összeggel, ahol a Tiszából a vízválasztón elvezetnénk a Tisza vizét, és minden csatornát ott táplálnánk meg, ahonnan valamikor elkezdték levezetni, egy szép program, és ez az időjárás felgyorsítja azokat az eseményeket, azokat a gondolkodási módokat, akár a politikába, akár a szakemberekbe, hogy mégis milyen jelentősége van, ha ilyen időjárások várhatóak, és ha beismerjük, ha nem, az utolsó 10 évet, ha megnézzük, akkor többségében ilyen időszakok voltak, vagy ha a hőségnapok számát összehasonlítjuk, hogy 10 évvel ezelőtt milyenek voltak, akkor szinte megduplázódik lassan azoknak a száma, amikor a növényzetnek elviselhetetlenné válik ez a nagy meleg. Augusztinyi András szerint nem csak a kukorica, de a burgonya és a napraforgó termesztése szempontjából is hosszú távú megoldásokban érdemes gondolkodni. Egy vízválasztó év lesz ez az év sajnos, ha így alakul, mert ugye már nem elég, hogy a kukorica, de most már a napraforgó is mesélni, amit az előbb ugye mondtam, hogy ha így haladunk, akkor már lassan a napraforgót is öntözve lehet lesz termeszteni gazdaságosan. A takarmány kukorica mellett Magyarországon mintegy 26 ezer hektáron termesztenek csemege kukoricát. Ennek 1/6-a Szabolcs-Szatmár-Berekben található termőterület.